Alekszandr Vučić elmondta, hogy a terv, amellyel előáll, átfogó, ambíciózus és nagy lelkesedéssel készült. Minden, amit elértünk, semmi ahhoz képest, amit a következő 4 évre tervezünk, mutatott rá a szerb államfő. Vučić elmondta, hogy minden projekt lényege egyetlen célba torkollik, ez pedig a sikeres Szerbia. Hozzátette, a jelenlegi geopolitikai helyzetben a legfontosabb a béke megőrzése. Vučić bejelentette, hogy a következő 4 évben a beruházások Szerbia 1 éves költségvetésének szintjén mintegy 18 milliárd euró értékben fognak megvalósulni. A szerb elnök azt ígérte, 2027 végére a szerbiai átlagbér elérheti majd az 1400 eurót. U decembru ove godine očekujemo da će prosečna plata biti 958 evra. Ona je u ovom trenutku po našoj proceni sačekat ćemo kraj februara, odnosno kraj najbolje je kraj aprila da bismo dobili procenu za mart mjesec, dakle ili kraj maja za mart mjesec, jer tada imate dovoljan broj radnih dana. Mi smatramo da je ono u ovom trenutku oko 836 evra na nivou Republike Srbije. Dakle, očekujemo u decembru da bude 958 evra. 2025. prosečna plata u Republici Srbiji prvi put će preći 1000 evra. Ja mislim da je to veliki uspeh po sebi. 1056 evra će biti na nivou Republike Srbije, ne na nivou Beograda ili Novog Sada. Naš je cilj da uz sve ovo o čemu sam govorio dostignemo prosečnu platu u decembru 2027. godine za Republiku Srbiju, dakle računajući one nerazvijene delove, što znači da bi u Beogradu i Novom Sadu ili Boru išla značajno preko 1800 evra, približila se 2000 evra prosečna plata, dakle za samo 4 godine prosečna plata u Republici Srbiji 1400 evra. Az államfő a nyugdíjemelésekről is beszélt. Bejelentette, hogy az átlag nyugdíj 2027 végére eléri a 650 eurót, miközben, mint emlékeztetett, 15 éve csak 204 euró volt. 2027 végéig a minimálbér összegének is el kell érnie a 650 eurót, mondta Vučić. A szerb elnök a családtámogatásra is kitért. Eddig 378 ezer dinárt különítettünk el az elsőszülött gyermekre, mondta a szerb elnök. Most azonnal 500 ezer dinárt adunk a gyermek születése után, tette hozzá. Za drugo dete nemate više podršku od 446 hiljada, već imate direktnih 600 hiljada odmah od države. Dakle, to je ogromna razlika u odnosu na ono, u odnosu to je 460 hiljada, dakle bilo, sad će biti 600 hiljada. Naravno, za treće i četvrto dete su te mere mnogo, mnogo ozbiljnije i mnogo više novca. Vučić hangsúlyozta, hogy a következő 4 évben szinte az összes szerbiai szülészetet felújítják. A sajtótájékoztatón Ana Brnabić is beszélt. A szerb kormányfő rámutatott, hogy az IT-szektor exportja 2023-ban több mint 3,5 milliárd euró volt, 2027-ben pedig eléri majd a 10 milliárdot. Ebben a szektorban 140 ezeren fognak dolgozni, jelentette be a miniszterelnök. A következő időszakban, 2027-ig az állam mintegy 70 millió eurót fektet be mesterséges intelligenciába, amely magában foglalkozik a magánszektor befektetéseit is, tette hozzá Brnabić.